Rendívesé! Kitaláljuk, hogy melyik hang melyik állaté? Igen! Jó, hallgasd meg és gondolkodj, hogy melyik állat hangja lehet. Na, felismered? Ez melyik állat? Ez a kakas! Igen, ügyes vagy! Régen a kakas ébresztette fel az embereket, mert kora reggel kukorékolt. Hallod ezt? Ez az állat a vízparton él és nagyokat ugrik. Igen, szerintem ez egy béka. Igen, tényleg a béka. Hűha, milyen állat közeledik itt? Az emberek felülnek a hátukra, vagy akár hintót is tudnak húzni. Ez biztos, hogy egy ló. Igen, nagyon ügyes vagy. Ez a kis vékonyka hang mi lehet? Ez egy jóval kisebb állat, mint a ló, ugye? Igen, négy lába van, és azt mondják, hogy nagyon szereti a sajtot. Ez egy kisegér. Tényleg kisegér, kitaláltad? A következő állatot biztosan felismered. Na, ez egy birka! Igen, ügyes vagy! A birka szőre a gyapjú. Jó meleg pulóvert és sok-sok más dolgot készítenek belőle. Na, mit hallunk most? Ez egy kutya! Igen, ez egy kutya, az ember legjobb barátja. A következő állat egy madár. Ez liba, gágog! Igen, tényleg a liba. Annyit segítek, hogy ez egy madár, és a sötétben is mindent lát. Szerintem ez egy bagoly. Tényleg, látod, ott ül a fán. Ez a hang biztosan ismerős. Milyen állat lehet ez? Ez egy kecske. Igen, a kecske mekeg. Képzeld, a kecske mindenhová felmászik, sokszor még a háztetőre is. A következő állat megint egy madár. Mi lehet ez? Ez egy varjú. Igen, ügyes vagy, tényleg varjú. A varjakat inkább télen lehet hallani, amikor bejönnek a városba a hideg elől. Milyen állat érkezik? Neki négy lába van, turcsi rövid orra és kunkori farka. Akkor biztos, hogy malac. Kitaláltam! Igen, ez egy malac, ügyes vagy! Szerintem ezt egyből fogod tudni. Melyik az az állat, amelyik nagyon halkan jár, puha, dörgölőzik is doromból? Ez a cica! Miau, miau! Igen, ügyes vagy! Tényleg a cicára gondoltam. Hallod a hangját? Melyik ez az állat? Még annyit segítek, hogy négy lába van, tejet ad és füvet eszik. Kitalálom, tehén! Igen, szuper ügyes vagy!
Hallod ezt a kis hangot? Ez egy madár. Nagyon pici, és mindig ugrál. Na, melyik lehet ez? Veréb! Igen, ügyes vagy. A verébre gondoltam. A következő állat szürke, nagy fülei vannak, és nagyon makacs. És azt is mondja, hogy i-á? Igen, már tudod is. A szamár vagy csacsi? Igen, nagyon ügyes vagy. Az utolsó állat következik, ami egy madár lesz. Felismered? Ez a madár jól úszik? Igen. Akkor ez egy kacsa? Nagyon ügyes vagy, tényleg a kacsa volt az. Mindegyiket tudtad. Legközelebb is játszunk ilyen kitalálósat? Igen! Ha tetszett a mese, színezd ki! Az ingyenesen letölthető színezőket megtalálod a Nándi Mese Facebook oldalán. Nándi Mese! Nándi Mese! Iratkozz fel a Nándi Mese csatornára, ahol még sok hasonló mesét találsz.